Nagyon sok szeretettel köszöntöm a videótanár nézőit. A mostani alkalommal Magyarország népességföldrajzi folyamatairól teszünk egy kis áttekintést. Legelőször is azzal kell tisztában jönnünk, hogy tulajdonképpen mit is nevezünk népességföldrajznak. A népességföldrajz a társadalom vagy emberföldrajznak az az ága, amely a következő témákkal foglalkozik. Az egyrészt a népesség számának alakulásával, ezen kívül azt is megnézi, hogy a népesség egy adott területen hogyan oszlik el, tehát a népsűrűség problémájával foglalkozik, továbbá az emberek megoszlásával, természetes és kulturális megoszlásának a kérdésével, ezen kívül a vándorlásokkal, mint térbeli változásokkal és az időbeli összefüggésekkel foglalkozik. A népesség számát főben vagy millió főben szokás megadni nagyobb országok esetében. Tulajdonképpen a népesség szám egyrészt természeti adottságoktól függ, hiszen egy jó adottságú országban elég sokan élnek általában, de függ történelmi okoktól is, mert történelmi katasztrófák megritkíthatják a népességet. Ezen kívül függ a korabeli társadalomnak a gazdasági, technikai, politikai fejlettségétől, amelyik mint vonzó vagy taszító erőt gyakorolhat a népességre. A népesség eloszlását fő per négyzetkilométerben mérjük. A szaporodást, a természetes szaporodást, ami az élveszületések és a halálozások különbözete ezrelékben, ugyanígy a tényleges szaporodást, amelyikbe a vándorlási különbözet is beletartozik, és hát azt látjuk, mint említettem, hogy a százalékba szoktuk nézni, voltak éppen a foglalkoztatási szervezetet, a kulturális megoszlást, tehát ezen belül az etnikai, vallási hovatartozást, a nemeknél pedig ugye szintén többféle eszközzel számíthatunk. Nézzük ezek után Magyarország népességét. Magyarország népességére vonatkozóan egy igen kielemzett adatsorra rendelkezünk 2011. október 1-éről, amikor a legutóbbi népszámlálást végezte a Központi Statisztikai Hivatal. Ez szerint akkor, tehát majdnem pontosan 3 évvel ezelőtt, 9.937.628 fő volt Magyarországnak a népessége. Ugyanakkor az Egyesült Államokban a Central Intelligence Agency-nek, az úgynevezett CIA-nak titkos működésén kívül van egy nagyon jó statisztikai szolgálata is, ami nyomtatott és online formában egy yearbookot ad ki mindig, és 2014-re is megbecsülték az adatokat, július 1-ére, tehát pont az év közepére, és ez szerint Magyarországnak a népessége 9.919.128 főre jött ki. Magyarország ugye azóta már nem köztársaság, de ez az adat azt jelzi, hogy majdnem 20.000-rel csökkent 3 év alatt az ország népessége. A népsűrűség így egy picivel 107 fő per négyzetkilométeres méretet, értéket mutat. Itt látjuk egy 2009-es felmérés alapján, hogy már 2001-hez, tehát a korábbi nagy statisztikai összeíráshoz képest is igen erősen változtak a népesség és a népesedési népsűrűségi mutatók. Ugye azt látjuk, hogy a népsűrűség elsősorban Budapest és a peremét alkotó alvóvárosok miatt Pest megyében igen jelentős, ugye itt 190 fő per négyzetkilométeres értékek is előfordulnak, magában a városban pedig ugye 3261 fő per négyzetkilométer a népsűrűség. Budapest lakossága 1,7 millió körül van,
holott 2 millió fölötti értéket is mutatott egy olyan 25 évvel ezelőtt. Természetesen, hogy 525 négyzetkilométeren 1,7 millió ember ilyen magas népsűrűséget produkál. De ezen kívül az is jól látható, hogy még viszonylag Komárom, Esztergom és Győr-Moson, Sopron megyék, tehát nagyjából a nyugatra a Duna, illetve az M1-es autópálya és a Győr-Sopron-Hegyeshalom vasútvonal mentén van egy igen jelentős népességtömörülés, míg ugyanakkor ugye az országnak a déli és a keleti fele általában jóval az átlag alatt van. Ugye Jász-Nagykun Szolnok megyébe csak 71 fős, Tolna megyébe csak 64 fő per négyzetkilométeres értékek vannak, a mély repülésben Békés megye vezet, ahol ugye vándorul el a népesség, és 66 fő per négyzetkilométer mindössze a népsűrűség. Tehát ez a 107 fős átlag ebből az érdekes területi eloszlásból jön ki. Hát itt látható, tehát hogy Pest megye megnövelte a népességét, ez elsősorban a dezurbanizációs folyamatoknak köszönhető, miszerint ugye Budapestről a kertvárosi övezetekbe, egészségesebb környezetbe települtek át emberek, és hát a többi területen pedig vagy a magas születésszám, mint Szabolcs-Szatmár, Bereg megyébe, vagy pedig a gazdasági lehetőségek megnövekedése növelte meg a népességet. A másik kérdésünk, ugye a népességszám és a népsűrűség a területi elosztás mellett a megoszlása a népességnek. Itt most a természetes megoszlásra nézve látunk adatokat. Ugye az egyik ilyen az életkor szerinti megoszlás, miszerint nem éri el a 15%-ot a 15 évnél fiatalabb népesség, tehát viszonylag kevés gyerek születik Magyarországon. Ugye 757 ezernél is több, majdnem 758 ezer férfi és 712 ezer nő. Aztán itt van három adat, ebből kettő érdekes nekünk, a munkaképes korúaknak az aránya 25-54 között van, tehát úgynevezett fiatalabb vagy érett munkaképes korúnak számít a lakosság 41%-a, és még itt is azt látjuk, hogy enyhén többségben vannak a férfiak. 55-64, a már ugye az idős munkaképes, 65 fölött pedig a nyugdíjas korosztályt jelzi, ott viszont azt látjuk, hogy a hölgyek vannak jóval nagyobb arányban. Tehát ez azt jelenti, ugye, hogy bár ugye 1000 lakosra nézve nőtöblet van Magyarországon, ugye, azonban 1106 hölgy esik 1000 férfire, ez egy ilyen népességföldrajzi mutatószám, azért mégis azt jelenti, hogy a hölgyek jelentős része az idősebb korosztályt képezi, tehát a fiúknak meg kell emberelni magukat ahhoz, hogy a lányok őket választhassák a későbbiek során. A születéskor várható élettartam az utóbbi években emelkedett Magyarországon. Voltak éppen 75 év körül van, 75 év körül az átlagos mutató, 75,4 évre számíthat egy ma született magyar állampolgár. A férfiaknál nem egészen 72%-ra, a hölgyeknél 79,5% körüli ez a mutató, tehát ez bizonyítja azt, hogy a hölgyek tovább élnek. Voltak éppen megkérdőjelezi, hogy melyik is az erősebbik, nem. Hát nem a férfiak ezek szerint, a mutatók szerint. Embertanilag a Magyarország népessége nagyon érdekes és vegyes képet mutat, ez ugye a koponyaalkat és egyebeket jelenti. Konkrét adatunk mostanában nincs, de azt mutatják a jelek, hogy a nagy népesség keveredés ellenére a honfoglalás kori temetőkben talált leleteknek az aránya nem olyan nagyon sokat változott, hiszen Európából jöttek be legtöbben hozzánk, ami annyit jelentett, hogy a kétharmada népességnek kifejezetten az öt európai
csoport egyikébe tartozott. Az egyharmadának, a maradék egyharmadnak a kétharmada is az úgynevezett európai turáni alkatjegyeit viseli, főleg alföldi parasztembereknél lehet ezt a nomád időkből átörökített típust látni, és csak az egyharmadnak az egyharmada az, amelyik ázsiai mongoloid beütést, jegyeket mutat. Ezen kívül van egy érdekes vizsgálat, miszerint a genetikai állománya Magyarországon a legegységesebb az úgynevezett jászsági vidéknek, erre vonatkozóan magyar és japán kutatások vizsgálják ezt a kérdést. Tehát nagyjából ez a helyzet a természetes megoszlással, amit a korfa is mutat. Ugye a fejlődő országok korfája fenyő alakú lenne, alacsonyabb lenne a fa, mert ugye 40-50-60 évre számíthatnak, viszont sokkal több lenne a fiatal. A fejlett országok éppen egy ilyen jegenye alakot mutatna, ami annyit jelent, hogy viszonylag kiegyensúlyozottan élnek az egyes generációkban. A mi korfánk sajnos természetes és történelmi okok miatt torzult, ugye a férfi oldalon az ifjak körében férfi többlet, amott nő többlet van, és vannak nagy bemélyedések, a háború, a kivándorlás, a művi abortuszoknak a nyomait jelzi ez az ábra, ami elég nehézé teszi az iskoláztatás tervezhetőségét például, és a munkaerővel való gazdálkodást. Nézzük tehát a kulturális megoszlást. Ugye a kultúra egyrészt anyagi kultúra, vagyis a foglalkozási szerkezet, ami a gazdasági élethez kapcsolódik. A mezőgazdaságban tulajdonképpen már kevesebb, mint 8% él Magyarországon, tehát 7,1%-ra becsülik. Az iparban 30% körüli a foglalkoztatottság, a szolgáltatások, tehát a terciár szektor, közlekedés, szállítás, egészségügy, iskolaügy és egyéb területeken pedig 63% körüli ez az érték. A munkanélküliség igen eltérően alakul, úgy látszik, hogy a közfoglalkozásokat a CIA nem tekinti a munkával rendelkezők csoportjába. 10% fölötti értéket mutat a CIA adatsora, és 7,6%-ot a KSH-é, ami azért fontos, mert ugye 8% tulajdonképpen egy kritikus érték több mutatót tekintve is. Az egyik az infláció, a másik a kamatok, és a harmadik a munkanélküliség, és igen komoly válsággal küzd az az ország, ahol mind a három érték 8% fölött van. Hát a KSH szerint sikerült ugye az utóbbi években 8% alá préselni a munkanélküliséget, és az infláció is csökken, hát a kamatok és a fizetések alakulása az még nem teljesen igazodik ehhez a mutatóhoz. A CIA szerint ezen kívül ugye anyanyelvi tekintetben magyar anyanyelvű az ország népességének nem egészen 85%-a, a maradék 15% pedig egyéb csoportokat takar. A lakóhely szerinti megoszlásban az a megfigyelhető, hogy 70%-a városlakó a magyar népességnek, és tulajdonképpen a létminimum alatt, a szegénységi küszöb alatt él a lakosságnak a 15%-a. A kulturális megoszlás az etnikai megoszlást jelenti, ugye? És itt látjuk a különböző etnikai csoportokat és nemzetiségi csoportokat. Érdekes, hogy a roma vagy cigány népesség ugye 315 ezer fővel vallja a cigányságát, de ugyanakkor az előbb emlegetett anyanyelvi adatok helyenként ennek 2-3-4-szeresét is mutatják egyes országrészben. Utána a második legnagyobb nyelvi kisebbség, illetve nemzetiség, ugye ez a németek tartoznak ide,
majd ugye a románok, a szlovákok, horvátok, szerbek, ukránok, pontosabban ruszinok, sőt lengyelek, bolgárok, görögök és más olyan népcsoportok vannak, akikről a Kárpát-medence népeinél már elég alaposan beszéltünk. Itt látható egy táblázatban az is, hogy tulajdonképpen a vallási megoszlás hogyan alakul az országban. Ez a kérdés most nem volt olyan hangsúlyos, nagyon sokan nem töltötték ki a népesség íveket vallási szempontból, de azt mutatja, hogy felborulni látszik az adat, ami Pázmány korától, tehát a 17. századtól jellemző volt Magyarországon, hogy kétharmada lakosságnak római és görög katolikus volt, körülbelül 20% volt a kálvinistáknak az aránya, 5% az evangélikusoké, amihez később egy kb. 80-100 ezer fős izraelita vallási felekezet is járult. Úgy tűnik, hogy a bejövő különböző keleti és más vallások hódítottak, illetőleg a bizonytalanság is megnőtt ezeknek az adatoknak a tekintetében. Mindenesetre itt egy térképen jól látjuk a vallások elhelyezkedését Magyarországon. Látjuk, hogy a Nyugat-Dunántúl, valamint a történelmi püspökségek környezete római katolikus többséget mutat, a köztes területeken vegyesebb a kép, a kálvinista reformáció a felső Tiszavidéken, a történelmi szabadság harcaink nagy törzs területén, valamint a Tiszántúloni szigetekben, a Dunán mentén és a Dunántúlon található. Viszonylag csökkent az evangélikusok aránya, amelyik elsősorban a szlovák és a német sváb nemzetiséghez kötődik, és hát tulajdonképpen elég nagy a magukat nem vallásosnak tekintő csoportok is. Végül a népesség változásairól is kell beszéljünk. Az időbeli változás az növekedést, stagnálást vagy fogyást jelent. Magyarországon 1981-ben 10.790 ezerrel tetőződött a népesség, és azóta sajnos változó ütemben, de fogy a népesség. A természetes szaporodás ugye 0,21 ezrelék, ami abból adódik, hogy bár 0,92 az élve születések aránya, tehát 1000 emberből 926-an születnek, viszont év végére 1272-vel kevesebben vannak. Tehát ez annyit jelent, hogy így módon kijön ez a 1000 emberből 210-es fogyás voltaképpen. A vándorlási különbözet pozitív, mert különböző magyar és más menekültek, áttelepülék szép számmal jöttek az országba, de még ez sem tudja ellensúlyozni a népességnek az aggasztó fogyását, és éppen ezért a tényleges szaporodás is negatív, ha nem is olyan mértékben, mint a természetes szaporodás. Ennek több oka van, mint említettük, történelmi okok, az életmód, a házasságkötések felbomlása, válások, betegségek, egészségtelen életmód együtt okozza ezt a helyzetet, ami egy demográfiai katasztrófa, és csak abban bizakodhatunk, hogy ez a ütem most jelenleg csökken, hogy ez a fogyás, amelyik a határon túli magyarságot még erősebben érinti, ez hát megváltozik. Befejezésül a népesség térbeli változásairól is kell beszélnünk, ami vándorlásokat jelent. Az egyik a végleges áttelepülés, amelyikről beszéltem, ugye Pest megyében és az Észak-Dunántúli megyékben jellemző, a városból való kiköltözést jelenti. 80-ban még 2 millió fölött volt a népesség, 2011-ben 1,7 millió, napjainkban már 1.693 ezer körül.
A vándorlások másik csoportja szezonális vándorlás, ami határközeli, főleg nyugati munkásokat is jelenthet, ugye, főleg őszi munkák idején, vagy mezőgazdasági célból, idénymunkákra mozog országon belül, vagy a határon túlra is a népesség, vagy üdülési célokból természetesen. Van egy havi és heti ingázás is, akik ugye messzebbre járnak föl dolgozni, például Budapestre vagy a megyeszékhelyekre, illetőleg külföldre is a közelbe, a hétvégére hazajönnek sokan. És végül az utolsó, ugye a napi vándorlás, valaki kiköltözik például Budapestről, de a munkahelye az itt maradt, tehát neki ingáznia kell, és ezt az értéket napjainkban 1,2-1,3 fő, millió főre becsülik. Nagyjából egészéből, tehát ezek a népesedési, népességföldrajzi folyamatok jellemzők napjaink Magyarországára. Köszönöm a figyelmet!